üdvözletem. Ma is új vendéget köszönhetünk, méghozzá Hercsel Adél újságírót. Sziasztok, köszönöm a meghívást. És akiket már nem kell bemutatni, de muszáj, Csintalan Sándor. Jó napot, magyarok. Konok Péter. Jó estét, semmi sem muszáj. Pörzse Sándor. Tiszteletem. És én továbbra is töretlenül Dévény István vagyok, és lenéztem alapra. Na, szóval, hogy... Hát, hogy jól mondja, biztos, hogy jól mondja. Kicsit nem áll annyira szilárd lábon az önbecsülés. Erről most az jutott eszembe, hogy egyszer a évfolyamtársamról másoltam át a mi jelentkezési lapot, és még a nevét is átírtam az enyém. Na mindegy. Ő vette? Ő... Kétszer? Ja, igen. Csomó helyre felvettek, de sose hagytam magam. Na, szóval, hogy kezdjünk egy szomorú, ám de tanulságos hírre, vagy majd kiderül, hogy az-e, hogy leégett a párizsi Notre Dame. Na most gondolom, senki nincs, aki ezt most így ebbe a formába tőlem hallja, vagy tőlem értesül erről a szomorú eseményről, de hogy azt gondolná az ember, hogy ez tényleg egy olyan történés volt, amit úgy egyféleképpen, vagy egy szemszögből lehet nézni, látni, megélni, átélni. Hát nagyon nem ez történt, mert hogy voltak bőven, akik voltak, hát szinte majdnem mindenki megtalálta ebben is a neki tetsző aktuál politikai lehetőséget. Nekem a kedvencem az a KDNP ajkai szervezete volt, amelyik a következőt posztolta: beteljesedni látszik Franciaország elkereszténytelenedése. Ez szép szó. Igen. Tragédia, ami a Notre Dame-mal történt. Ébresztő. És mindegyik tagmondat végén ilyen kis sok-sok pontocska, tehát hogy minél drámaibb legyen a dolog. Nagyon sok politikus mondott mindenfélét ezzel kapcsolatban, de azért azt tegyük hozzá, hogy azért a népet se kellett félteni. Tehát azért a közösségi médiában is, nyilván nem csak ott, ugye, de hát ezt látjuk magunkból, a közösségi médiában is beindult rendesen a komment háború. Néhány ilyen tipikus hozzászólást, hogy megadjam az alaphangulatot, azt mondja: Isten bosszúja Trianonért. Ezek egyébként tudod, mikor jók, amikor van hozzá egy olyan profilkép, amin a fickónak egy Renault-ja vagy Peugeot-ja van, Nagy Magyarország matricával, aztán VTC, csak Európa nem érti, és a bevándorlás ellenesek rejsztágja. Szóval, hogy... Bevándorlás ellenesek rejsztágja? Aha, az a kell, az jó. De ezt még, ezt még dekódolni kell. Igen. Jó, azt sem értem. Hogy tényleg az van, hogy bármi történik, az most már nem tudjuk... így egységesen így ránézni, és azt mondani, hogy ez szomorú, vagy jó dolog, vagy egyébként pozitív hírekkel is nagyon sokszor megtörténik, hogy mindenki felvesz valamilyen aktuál politikai szemüveget, és azon keresztül is egészen hát szomorú dolgok. Ez amióta hírek születnek. Vannak azóta, ez így van. Szóval az tény, hogy most ez így el van uralkodva, meg állandóan rögtön instant látjuk az egészet. Igazából egy csomó olyan hozzászólást láttam, hogy hú, hát ez magyar sajátosság. Persze, hogy egyáltalán nem magyar sajátosság, ez teljesen nemzetközi. De direkt megnéztem, mert emlékeztem ilyen tanulmányokra, hogy ugye a katedrálisoknak, mondjuk ugye a 10.-12. század körül épültek, az volt a szokásuk, hogy leégtek. Időről időre leégtek. Egyébként a katedrális tényleg olyan, akár egy irodalmi toposzként, hogyha felbukkan egy katedrális egy regényben, a végére tutira le fog égni. És ugyanezek a középkorban már ugyanezek a történetek indultak el. Leégett a katedrális, mindenki másképpen az adott politikai szemszögének megfelelően értelmezte. Szóval elcsodálkozhatunk azon, hogy ez milyen mértéket mutat, meg hogy özönöl ránk azonnal a fake news, meg hogy özönölnek ezek a sajátos vélemények, hogy mit tudom én, muszlimot látták az ablakban, aztán kiderült, hogy a tűzoltó, és nyilván az fog megmaradni, hogy muszlimot látták az ablakban. Hát korvos volt az arca, nem? Nem volt rajta ilyen sisak, és arra mondták, hogy... De az egy amerikai hír volt például rögtön, arra mondták, hogy az egy ilyen, mi az Isten nyilván, amit ők a fejükön hordanak, nem tudom pontosan, kepi, fene tudja. Nem tudom, csodálkozhatunk rajta, de felesleges, ez így működik. Hát ugye ráadásul, bocsánat, tehát egyébként az is van egy olyan összefüggés, hogy amikor ugye a populizmus meg a radikalizmus hatalomra kerül, ugye akkor ez a Conteo alapú gondolkodás is elkezd virágozni, és hogy az összeesküvés elmélet is hatalomra kerül, tehát hogy ez egy elég egyértelmű tény, hogyha végignézzük a történelem folyamát, ez nagyjából mindig is így volt. Úgyhogy a másik az, hogy nyilván miután ugye sikerült elhinteni a magvait ennek a típusú gondolkodásnak, tehát nagyon furcsa látni azt, hogy ugye már nem kell a kormány közeli újságíróknak így fűteniük ezt a dolgot, hogy egyből ugye lássuk ebben a keresztény kultúra elleni támadást, hanem amikor már a kommentelők meg a szavazók már így maguktól hozzák ezeket az összeesküvés elméleteket, tehát hogy van ebben egy ilyen típusú szorgalom. De hogy mondod ezt az összeesküvés elméletet, most komolyan, hát
ha én francia hatóság lennék, vagy francia kormány lennék, és ez terrorcselekmény volt, akkor is azt mondanám, hogy baleset volt. Ez marha nagy hülyeség? Nem, most komolyan, marha nagy hülyeség? Ebből nem lehet kijönni már, ugye? Mert bármit mondasz, nem jó, amikor egy ilyen egyenlet keletkezik. Mert hogyha terrorcselekmény volt, és nem vallják be, gyanús, ha nem az volt, akkor is gyanús, mert nem vallották be, tehát lehet. Tehát érted, ez a... Tulajdonképpen ez tök ilyen... mindegy, mit mondasz, és tök mindegy, mi volt, mert mindegy, gyerekek, is azt fogja gondolni, amit akar. De gyerekek, meggyulladni, most komolyan? Hát felújítás. Aki gyújtott már be egy kalandalót, az tudja, hogy milyen, néha milyen nehezen kap lángra. A kerti parti halála, ugye? Hát, nem úgy egy ilyen kőrengeteg. Ez egy tető, aminek faszerkezete volt, és a faszerkezet gyulladt. És 800, most hallottam idefelé a hírekbe, hogy 1100-ban vágták ki körülbelül 1100 környékén a fákat. És már akkor voltak olyan 2-300 éves fák. Nincsenek már ilyen fák, tehát nem lehet tekintve, majd... Tekintve, hogy pontosan... a Notre Dame-ot az jó párszor már totálisan újraépítették, nem minden, hogy az eredeti fa volt a... Ezt mondták már, most hallottam a hírekben. Lehet, hogy megmaradt az eredeti rend, de ezt nem tudom. A fa ügyben jót mondtak. Jó, lehetséges, ezt nem tudom. Nem, de tényleg, tehát egyrészt én azért nem... Isten ments, hogy megvédjem ezeket a szerencsétlen kormánypárti lakálymédiákat, meg kommentelőket, meg hasonlókat, mert nem akarom. De a másik oldalról ugyanígy jött az összes Conteo. Azt gondolom a migráns rejsztág, azt gondolom onnan jött, ha jól értelmezem a történetet, hiszen az azt akarja sugallni, hogy az a bevándorlás ellenesek gyújtották fel, ugye, mint ahogy a közhiedelem szerint a valóságban nem a nácik a rejsztágot, és akkor gondolom ez a történet. A másik pedig az, hogy azonnal elkezdett terjedni ezeken a ilyen DK közeli fake news oldalakon az Orbán Viktor nyilatkozata, hogy meg is érdemelték, mert bevándorló ország, ja, mit tudom én, tehát mindenki kihasználja ezt a maga kis pecsenyérnek a sütögetésére. Jó, ez most ízléstelen volt, nem direkt ezt a hasonlatot akartam használni, csak ebbe indultam bele. Nem tudom, tehát felháborító, gusztustalan, undorító, meg elcsodálkozunk rajta, de ennek ez a mechanizmusa. De mert ez egy mítosz. Engem akkor se hagy nyugodni. Nem hagy nyugodni. Hogy tud egy ilyen szerkezet úgy meggyulladni? Hogy? Mondja már meg valaki. Bárhol hívj föl egy tűzoltót. Tűzoltót? Az egy tűzoltó elmondja 5 perc alatt, azt mondjátok? Hát valaki ott hagyott egy gépet. Bekapcsolva maradt valami, záklatot kapott, tele van gyertyával. Ezt úgyse fogjuk megfejteni. 25 perccel előtte már volt értesítő, de egyébként tényleg, mielőtt ebbe a kérdésbe belemegyek, Sanyi, komolyan tényleg, valami olyan embert, aki azon kívül kandallót gyűjtött be, azon kívül már látott tüzet közelebbről, azt az érdemes meg persze, mindenképpen. Arról meg nem beszélve, hogy a világ egyik legnagyobb közhelye, hogy nem könnyű a kandallót begyűjteni. Egyébként kurva könnyű a kandallót begyűjteni. Ó, én azért már párszor bénáztam bele. Hát ne béna vagy, az hát ez nagyon egyszerű. De én csak annyit szeretnék ezzel egészet hozzáfűzni, hogy először is a mindenkihez, ebbe a mindenkibe szeretnék belekötni. Tehát nagyon-nagyon sok olyan ember megszólalását olvastam, aki nem tartozik a mindenki idiótái közé, akik ebből az egész dologból Franciaország és Nyugat-Európa összeomlását vizionálták, és nem akarom a többi drámai jelzőt használni. Már tényleg kimondani is rossz, meg egyébként beszélni is rossz. A semmilyen Zsolt nyilatkozatát, aki látta a Hír TV-be, hát komolyan mondom, felelős vezetője ennek az ország, miniszterelnök, helyettes. Az egyébként meg, olyan volt, mintha a DK fake news írta volna a semmilyen. És komolyan mondom, tehát a franciákat oktatja ki a történelemből, meg a saját identitásukból, meg kereszténységükből, és az eszem megáll. Na, és itt a dolgot el lehetne intézni, tehát ugye az a probléma, hogyha az ember egy picikét, nagyképzően hangzik, egy picikét mondjuk informáltabb, de mondjuk legalább a Viasat historiát, vagy nem tudom mit azért úgy néz, meg tört egy kicsit. Azért ezek a mondatok, ezek a szófordulatok, ezek a víziók, a nyugat összeomlásáról, a rohadásáról, a fai keveredés szörnyűségeiről, és mit tudom én, engem azért aggodalommal töltenek el, nem a kommentelők, hanem az, hogy az állami politika, a hatalmi politika ebben az ügyben nem példamutatóan etikus, hanem arra használja föl. Én nem tudom, hogy máshogy ez mennyire természetes, én magyarul tudok valamelyest, azt tudom, ezt persze csak elbeszélésből, azt tudom, konstatálom, hogy itt Magyarországon egy csomónak elment az esze, azt hallottam, hogy a lengyeleknél is ennek megvannak már a víziói, és hasonló apológiák vannak. Nem tudom, hogy máshogy tényleg ilyen tömeges méretekben, meg hogy az állam szítja ezt.
Hát azért itt ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy itt a hatalom szítja ezt a dolgot. Szítja már régen különben. De hogy szítja, az csak állítja magáról, hogy szítja. Fű, tudtam. Aj, fú. Na jó, jól van. Egyébként nekem bennem is okay. Volt, még eszembe is jutott, amikor mutatott. Most levettem a válladról a terhet, ezt a szarvicet. Na, szóval ez a része zavar igazából, azon el, inkább tényleg vicceskedjünk azon. Látod, a Trump is ilyen nagy tűzoltó, mint te vagy. Jó. Hát azért ezt az idiótát kovább. Miért nem rakták tele egy repülőnyi vízzel onnan föntről? A színessel az még jobb. Hát, de azért semmilyen Zsoltnak annyiban hát, igaza van szerintem, hogy nem biztos, hogy jól bontotta ki az igazság összes rétegét, de hogy ugye arra hivatkozott alapvetően, hogy az állam és az egyház közti fenntartói vitának köszönhető az, hogy most már évek óta nem kezdődött meg a rekonstrukciója az épületnek, és hogy nagyon-nagyon tropára volt. Az állam és az egyház közötti fenntartói vita Franciaországban, hogyha nagyon visszamegyünk, akkor negyedik vagy Szép Fülöpig tart, ugye a Gallikán egyház alapján. Hát azok, ahogy leromlott. 1905 óta meg ez teljesen egyértelműen törvények rendezik, tehát itt de hogy erről volt. És az viszont múl is, hogy nem volt biztosítás. Törvények rendezik, de mond végig, légy szíves, mert nem tudom például. Semmi, hát az állami feladat Franciaországban természetesen. És a bevétel is állami és önkormányzati. A Notre Dame bevétele az állami bevétel, őszintén, vagy pedig szóval az egyház? Erről fogalmam nincsen, hogy a belépő díjat azt izé pedig... Azt szerintem az egyház szedi. De ez tényleg nem tudom. Egyetlen apró megjegyzésem lenne ezzel a tekintetben. Nézzetek ma utána az irodalomban, a napi irodalomban, hogy áll, és most nagy nehezen tárgyal elkezdik az Esztergomi bazilika felújítását. Tehát az, hogy mondjuk az nem, éppen nincsen leégve, az nem a magyar állam keresztény elkötelezettségén múlik, hanem azon, hogy éppen nem jött össze a gyulladási pont. Jó? De ez így érvényes a Mátyás templomra is. De az viszont múl is, hogy semmit használták szokás szerint idiótának. Tehát ugye most így az Orbán ugye írt levelet, azt láttuk, hát ugye nincs benne semmi konkrétum, de ugye a szokásos gondoleálló levelet írta. Több fideszes politikus megnyilatkozott, szokásosan gondoleál, és akkor kidobnak be az úgynevezett kereszténydemokrata semmit, viszont elmondja a legordenáribb összeesküvés elmélet hülyeségeit, mert nem is összeesküvés elméletet, hanem ezt a nyugatalkonya, nem is tudom, Coelho-i baromságot, hogy őt használják már szegényt ilyen butabogárnak. Pedig azért van belőle választék, szóval még én várom Németh Szilárd. Egyébként most azt gondolom, hogy csomót beszéltünk az idiótákról, meg így Orbán Viktorról egy szó, hogy én azért vártam volna valamiféle gesztust vagy felajánlást, tehát hogy azért ugye sok város, meg városvezető üzletemberek ugye ajánlottak föl pénzt, ő ezt nem tette meg. Tehát, hogy ez már önmagában elég beszédes szerintem. Egyébként az egy dolog, hogy mindenki a maga politikai tőkét próbálja kovácsolni ennek az ügynek a mentén is, ez szerintem minimum gusztustalan, amikor egy ilyen borzasztó tragédia történik. De ennél már csak az dühítőbb szerintem, ez az őrületes álszentség, és ez az, hogy mindenki hirtelen hatalmas keresztény lett, és azt gondolom, hogy most én nem akarom eljátszani az illemtanárnak a szerepét, meg a feltartott mutatóujat, de én azt gondolom, hogy szerintem a helyes reakció egy ilyen tragédia esetén az, hogyha tényleg az ember kicsit elgondolkozik, akár saját magán, ezen az egész kereszténység dolgon, hogy ő mondjuk hogyan áll a hitével, vagy az, hogy én azért ezt az egészet, ha mégiscsak egy spirituális dimenziót nézünk, akkor én ezt valahol mégiscsak egy jelként értelmezem, nem ilyen semmilyen Zsolti értelemben. Tehát én azt gondolom, hogy azért van elég sok probléma Európában és ebben a keresztény kultúrában, és talán lehet, hogy ez egy alkalom arra, hogy egy kicsit mindenki magába nézzen. Tehát, hogy ilyen spirituális és lelki és egyéb értelemben, hogy talán újra ránézni arra, hogy mondjuk hogyan is álltunk hozzá a menekülkérdés, ez most ilyen összeurópai szinten. Hát, vagy az, hogy látszik Adél, amikor mutogatják azokat a fotókat, hogy keresik ezeken a nagy-nagy fotókon azokat az embereket, akik esetleg úgy néznének ki, mintha migránsok lennének, és úgy néz ki, mintha mosolyognának, és hogyha mosolyognak, akkor nyilván gúnyolódnak és keresztényellenesek. Amúgy ez nem egyszerűen politikai haszonszerzés. Nem kell mindent azért ilyen értelemben egyszerűen csak a politikára fogni. Ez emberi minőség.
ez erkölcsi és valóságosan spirituális kérdés. Ha hogy a retekben, ha mondjuk ott állok vesztésre az uniós választások előtt, vagy bármi is történik, hogy kerülhetek abban a helyzetben, miféle hatalmi önérdek az, hogy ilyen húrokon kezdjek el játszani? És egy gonoszságnak ilyen mélységeig mennék. Azért utálom ezt egyébként, ezt az ízlét is, hogy mint hogy a politika az olyan értékmentes lenne, és végül is a politikát egyetlen egy dolog határozza meg, az eredményesség. Na jó, de ezt az eredményt mire használom? Ez humánus vagy antihumánus? Ember, párti vagy emberellenes? Egyébként én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon remélem, hogy mi hamarabb megvesz nekem az első katartikus irodalmi élményem. Az első az a Notre Dame-i toronyőr volt, a második az, hogy voltam a Notre Dame-ban, és kettő már jó néhány évvel ezelőtt, és most úgy 2,5-3 napja azon gondolkodom, hogy mit kéne megtennem annak érdekében, hogy megérjem a 80-at, mert hogyha 15 év kell a felújításon, az kurva élet, hogy szeretnék nagyon elmenni. 5, most ott tartunk. 5-re van felajánlva. Jó. Oké. Okay. Légy optimista, vagy az a pessimista. 2 milliárd euró. Azért az, gyerekek, az húzós. 2 milliárd euró. Annyiból. Na, viszont ha már pénz, meg a felajánlások, azért ott is kitört egy jó kis háború a felajánlásokkal kapcsolatban is. Hát, hogy is van, ez nehéz megfogalmazni, hogy bezzeg most elégedetlenkedtek, például te is, ugye, hogy Orbán Viktor meg a vízi, mit tudom én, ki nem ajánlott fel, de amikor Orbán Viktor és a Fidesz mondjuk templomot épít itt ott, tamot, vagy a keresztényeket támogatja, akkor meg hőbörögtök. De hát egyébként teljesen mindegy, hogy Orbán Viktor mit csinál, mert mindenképpen hőbörögni fogunk, szóval mondjuk ez azért benne van a pakliban, Orbán Viktor bármit csinál, hazudik. De hát köszönjük ugye, szépen. Ha sikerült, ha hazudik, akkor 4 év munkáját. Köszönjük. De hát persze, nem ajánlott fel, felajánlott, teljesen mindegy. Nem. De azért nem mindegy, mert nem csak ezt csinálja, könyörgöm, Orbán Viktor, ez egy jelenség. Orbán Viktor nem is csak egy ilyen köpcös, ellenszenves figura, hanem az egész NER. Már szóba hoztam. Orbán Viktor az egész NER. Tök mindegy, hogy a NER egy részletében ezt csinálja, vagy azt csinálja, attól az egész kontextus nem változik. De hogy érthető legyen, akkor ugye felvetődött ez a kérdés itt az előbb, hogy mondjuk az Orbán hogyan reagált erre az ügyre. A látható módon egyébként az értékeknek el semmi köze, az Orbán egója vezérli most már ezt az egész hatalmi elitet, igen. Ennek egyébként az egyik apró, nem elhanyagolható bizonyítéka, hogy úgy reagál el a francia eseményre és Macronra, mint egy a homokozóban megsértett óvodás. De ne, hogy reagál? De miről beszélsz? Arról beszélek, hogy egyébként az általa elvileg meghirdetett értékekhez, meg minden kutya füléhez képest, nem azzal állt elő, hogy na akkor kérem tisztelettel leteszünk ennyit, vagy annyit, vagy amannyit, egy nagyon szolíd, a sértett ember pozíciójából megtett gesztus, kényszerből. Hát figyelj oda arra. Nem, te elolvastam azt a levelet, tök semmilyen. Már nem semmilyen, hanem semmilyen, amit az Orbán írt. Na én azt vágom, de figyelj, de erre, ahogy hívják, nem lehet semmilyen választ adni, te most miről beszél? Én nem tudom, egyébként jó, biztos nem leszek ettől népszerű, de ez kurvára nem baj. Én nem látom ebben a borzalmas tragédiát, tehát leégett a Notre Dame tetőszerkezete, 5 éven belül nem sérült meg senki, hogy a Notre Dame tök izgalmas, meg érdekes, meg kultúrtörténeti szempontból jelentős, meg minden. Én azokat sem értem, akik hirtelen most összeomlott bennük egy világ, és azt posztolják, hogy ja Istenem, az európai kultúrának annyi, meg mit tudom én, többnyire egyébként nem tudják helyesen leírni azt, hogy Notre Dame, nem mindenki messze meg van, aki le tudja írni. Tehát én ezt a részét sem értem, a hisztériát. Tehát, hogy ez valóban egy szomorú történet, leégett egy, nem égett le, égett egy ikonikus épület, szerencsére eloltották. A szörnyű tragédiának azt mondanám, hogyha benne égett volna a misézi tömeg, vagy egy csomó turista, vagy néhány tűzoltó, akkor szörnyű tragédia lenne. Így hát egy olyan dolog, ami mondom, katedrálisokkal elő szokott fordulni, épületekkel elő szokott fordulni, semmi nem örök, helyre fogják tudni állítani. Jó, sokba fog kerülni, azon egyébként sokan meg fognak gazdagodni, sokan meg nem fognak, van adakozás, minden, de azért ez hogy mondjam, a Notre Dame hirtelen olyan kiemelté vált, mint hogyha az egész európai kultúra saroktengelye lenne, holott a Notre Dame speciál még Franciaországon belül is nagyjából a 8. legszebb katedrális, kevésbé autentikus, vannak sokkal szebbek, persze, mert Disney film szólt róla. Hát. De egyébként meg én meg azt nem értem, ezt az adott, nem adott körüli hisztériát. Most én, lehet, hogy én meg azért nem leszek népszerű, mert én meg nem feltétlenül gondolom, úgyhogy a magyar miniszterelnöknek. Most, mint hogy most mindenki leszámolna az eddigi elképesztő népszerűségével. Nem vagyok benne biztos, hogy a magyar miniszterelnöknek adományoznia kéne egy nálunknál sokkal, de sokkal gazdagabb országnak. Ott van egy csomó milliárdos, már volt, aki 115 millió eurót adott
az első éjszakán ennek a Salma Hayeknak a drága ura. Hát miért nekünk magyaroknak? Hát ez mennyire gáz, az ember ad 100 millió eurót, vagy mit tudom, és így jelent meg az indexen, hogy Salma Hayek férje. Hát, jó, értem, ez fordító szokott lenni. Ez meghalni se lehet normálisan, tehát hogy Salma Hayek férje. Mert ettől, most bocsáss meg, hadd vigyem végig a gondolatot, tehát ettől a keresztény kultúra nem került veszélybe. Ott oké, ha egy kopt templomra ad a magyar pénz, a magyar kormány, a mi adófizetők pénzéből, ott, ahol megpróbálják eltüntetni a kereszténységet, ahol mindennapos támadások éri, azt elfogadom. Sőt, arra nem sajnálnám a saját adóforintomat sem, ha mi szavaznánk meg, hogy mire adnak. De azért, az viszont már furcsa, hogy Mexikónak. Hát Mexikónál keresztényebb ország kevés van, tehát ott nincs veszélyben a kereszténység. Ők csak egyszerűen csórók. Oké, onnan nem is sokat adtunk. De Notre Dame-ra tényleg nem gondolom, hogy nekünk olyan marha nagy összegeket kéne adni. Szerintem ez szerinted az én azt gondolom, hogy pont amit a Sándor is említett, hogy azt gondolom, hogy ez az egész nem egy diplomáciai kérdés, nem egy politikai issú, hanem egyszerűen egy emberi gesztus. Tehát, hogy én akár már azt is elváltam volna, hogy mondjuk Orbán Viktor mondjuk a magánvagyonából ajánl föl de valamit. De nincs. Tehát, hogy azt gondolom, hogy... Egyrészt nincs neki tényleg. Oké, bocs, nincsen. Azt gondolom, hogy ez az emberi gesztusok de miért kategóriája. Adtál a Notre Dame-ba? Miből? Atya Isten! Tehát, hogy nyilván, ha lenne... De akkor 50 forintot. De ha lenne, akkor biztos, de hogy... De 50 forintot feladtál? Én lenni, de hova Szalma Hayek férje, akkor én is így adományoztam volna. Tehát, hogy pont azért, mert egy szimbolikus dolog, és én egyébként azzal sem feltétlenül értek egyet, hogy ez nem tragédia. Ha Jáki templomot kell felújítani, arra adnék. De erre nem. Jó, de most az Adél elmondja, hogy ő miért adta, igen, jó? Oké, bocsánat, tiszteletbe tartom, megtanultam tiszteletbe tartani. Én azt gondolom, hogy ez a francia kultúrának és az európai kultúrának szerintem egy nagyon fontos szimbóluma, én tragédiának gondolom, és egyébként azt is el kell fogadni, és azt is meg kell érteni, hogy nem voltunk még franciák, nem tudjuk, hogy milyen érzés lehetett mondjuk végignézni, ahogy lángol a Notre Dame. Én abszolút azonosulok ezeknek az embereknek a fájdalmával, és mondom, szerintem ez egy emberi történet. Igazából ennyit akartam ezzel kapcsolatban elmondani. Okay. Hát emberi történet. Okay. Akkor ne várjunk semmit Orbán Viktortól. Dehogy. Július 1-től start a falusi csok. Hát ezt most hagyjuk, hogy miből áll. Most ezt már sok helyen lehetett olvasni, meg most nem fogom itt elmondani, ki mennyire jogosult, meg szerintem nem is ez az érdekes benne, hanem arra lennék kíváncsi, hogy véleményetek szerint mit fog ez jelenteni a vidéki Magyarországnak? Ugye a célja az kettős lenne. Egyrészt a kormányzati politikai főcsapás vonalnak tekinthető népesedés politikát támogatná meg egyik oldalról. A másik oldala meg az lenne, hogy valóban hát elég komoly elnéptelenedés figyelhető meg vidéken, az ilyen kis településeken meg pláne, és hogy ezt megpróbálják megállítani. Tehát, na vajon szerintem sikerülhet-e? Maga a szándék tök jó. Nem, ugye nyilvánvalóan, vagy hát feltételezhetően hozzáértő és okos emberek találták ki, hogy mely települések kapjanak és melyek nem. De én attól félek, mi van? Most ne arra sem így van. Valamiről lemaradtam? Nem, Sanyi, csak hallgatunk már. Tudom, hogy van humorod, értem, nem. Csak akartam üzenni az Adélnak, hogy most viccelsz. Ja. Értem. Tehát, hogy... Pedig de ne, most itt jó szándékot, most nem, most például tényleg nem, esküszöm itt a jó szándékot látom. De ugyanakkor rögtön hozzá kell tenni, hogyha valaki nem mélyedt ebben az egészben, most egy picit jobban utána olvastam, sajnos nem fog segíteni azokon a településeken, amelyik totálisan elnéptelenedik, mert attól, hogy vehet ott valaki 4-5 millió forintért egy házat, attól még továbbra sem fog tudni ott dolgozni. És azért néptelenedtek el, mert nincsenek munkahelyek, tehát nem azért, mert azért is persze, mert vonzó a nagyváros. Én nem látom benne ezt, de a jó szándékot látom benne. A jó szándékot látom benne, és szerintem egész jól ki is van találva. Csak az emberi természetet, ha
beszámítjuk, akkor nem biztos, hogy be fog jönni. Csak nem tudom, hogy lehetett volna jobban kitalálni, de majd elmondjátok. Hát ugye egyelőre ott tartunk, hogy ugye még nem jött ki a rendelet, ami pontosan szabályozza, hogy mik lesznek a feltételek. Tehát igazából eddig csak Novák Katalin és de a falva kijöttek. Azt akarom mondani, egyelőre ott tartunk, hogy ugye politikusoknak a nyilatkozataira hagyatkozhatunk ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy ott volt a jó szándék, oké, de az a baj, hogy itt megint csak egy ilyen kontextusából kiragadott dologról van szó, tehát hogy ez nem fog menni, hogy azt mondom, hogy akkor költözzél A-ból B-be, és akkor ott nem tudom, nevelj X számú gyereket, oké, de hogy kinézte meg az összefüggéseit arra vonatkozóan, hogy azokon a településeken egyébként mennyi bölcsöde, óvoda, iskola van, hogy ott van-e munkahely, és akkor erre mondják, hogy majd építünk óvodát meg bölcsödét, de hogy, és akkor a munkahely, tehát hogy itt azért vannak problémák, arról nem is beszélve, hogy mondjuk milyen az infrastruktúra, tehát hogy oké, akkor lehet, hogy mondjuk így költözzél az agglomeráció legnépszerűbb települése után kettővel, oké, de hogy annak az embernek telik autóra, vagy bármire, amire... Nem az a cél, hogy költöz vidékre, hanem hogy ne költözzel vidékről, tehát igen, hogy ott valahogy ott tartani a... Ugye azt mondják a szakértők, meg ugye a helyi polgármesterek, hogy ez az egész arra lesz majd jó, hogy az, aki ott lakik, az még, tehát hogy az már ne menjen el, tehát hogy megállítsák az elnéptelenedést. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően a legnagyobb probléma ezzel az egésszel az, hogy megint csak a társadalom legnehezebb helyzetben lévő, legleszakadottabb rétegeit fogják még nehezebb helyzetbe hozni által, és ez rájuk nézve ezzel nem lesznek nehezebb helyzetben, csak nem tudják igényelni. Nehezebb helyzetben lesznek, de miért? Mert ezek az intézkedések, tehát vannak, akik hozzá fognak férni, ezek viszonylag kevesen vannak, ezek föl fogják hajtani pont azokon a területeken az ingatlanárakat, azok számára, akik nem férnek hozzá ez a lehetőséghez. Mindenkinek föl fogja hajtani, ugye kereslet van, az ingatlanárak emelkedni fognak, de nehezebb helyzetben lesznek pont azok az emberek, akik ugye nem tartoznak bele a becsületes, tisztességes magyar kategóriába, mert most a Novák Katalin volt azt, aki kijelentette, hogy ők ezzel, hogy ugye egy éves megszakítatlan TB, vagy két éves, hogyha már három gyerek esetén erre van szükség, ezzel ugye a megbízható és nem is a tisztességes magyar családokat akarják támogatni. Én örülök egyébként, hogy végre a kormány definiálta azt, hogy ki a tisztességes, becsületes magyar ember, meddig mindig mondták, hogy tisztességes, becsületes magyar ember, és akkor olyan brigantikat mutogattak, mint a Lölő, meg a Németh Szilárd. Most már tudjuk, az a tisztességes, becsületes magyar ember, akinek legalább egy év folyamatos TB viszonya van. Ezeken a területeken ez eléggé nehézkes. Arra akart utalni, hogy visszaélések szoktak előfordulni az ilyen támogatásokkal, és hogy azt próbálják. Jött a felháborodás, hogy most akkor majd a cigányok a sok gyerekükkel, azok megszerzik a lakások, a házakat, ingyen kapnak, az államtól én fizesek, nekik erre akart utalni. Nem másra akartak. Nem arra akart utalni, hogy akkor majd a Fidesz közeli vállalkozók fogják megvenni ezeket az ingatlanokat, és nyerészkedni fognak vele. Erre nem szoktak ők utalni. Azért igen, tehát a szocpol körül is voltak nagyon csúnya visszaélések. Talán vannak visszaélések egyébként, ahol valamilyen szempontból állami pénz osztogatódik, és egyébként én úgy vagyok vele, hogy valahol van benne pozitív, tehát aki föl tudja ezt venni, és valóban van, értem, hogy vegye föl, tehát vegyen vissza minden egyes magyar állampolgár bármennyit az államtól, amit tud, mert ezek elloptak mindent, akkor legalább annyit visszakapunk belőle, ezzel nincs probléma. És én a Sanyival tulajdonképpen egyetértek, hogy valahol még a pozitív gondolatot is látom benne. Persze, tök jó lenne megállítani a település struktúra átalakulását, meg a népességcsökkenést ezeken a területeken, a kihaló falvakat, de hát könyörgöm, az először a faluval kell kezdeni valamit, nem véletlenül nem maradnak ott az emberek, és nem azért nem maradnak ott, mert nem kapnak házat, mert nem tudnak venni, nem azért nem maradnak, nincs ott semmi. Igen, azért mondom, ebben én egyetlen. Ráadásul falun a lakhatás nem olyan őrült nagy probléma, tehát ott hozzászoktak évszázadok alatt, hogy több generáció együtt él. No, nem kell, tele van üres háza, amerre jár. Ráadásul így van. Így. Rengeteg üres háza. Az lesz az eredmény, hogy jó, mondjuk, hogy néztem a térképen az elosztás, hogy mik vannak rajta a listájon, mondjuk az Muris, hogy ilyen balatonparti települések is. Három is. De hogy alapvetően ez nem az agglomeráció, nem a nagyvárosok agglomerációja, de ugyanakkor meg ki fogja tolni az agglomerációt. És majd azok, akik ugye azt feltételezik, hogy azért, hogy onnan ne költözzenek el a csórók, azért van az egész történet, azok egyszerűen kiszorulnak, mert az agglomerációból majd mennek ki azok, akik valóban meg tudják engedni maguknak azt, hogy beautózzanak, kiautózzanak, piszak olcsó lesz. Nem az ingatlanárakról szól ez egyébként, mert hogyha most megnézzük ezeken a területeken, bagóért kapni most már ingatlant, hogyha ráadásul rengeteg áll üresen. Csomó család van olyan, én ismerek olyanokat személyesen, pedig majdnem az agglomerációban lakom, ahol van elvileg üres ház a család, senki nem akar oda költözni. Eladni meg nem lehet.
És befejezve az előző gondolatmenetemet, én ezt az egészet úgy értékelem, mint egy ilyen nagyon szemét bújtatott szegregációs kísérlet. És ugye azért, mert én először nem értettem, hogy mi ez a trükközés a TB-vel, de aztán utána néztem ugye, hogy a három gyereknél ott már ugye két év megszakítatlan, tehát ugye biztosított jogviszonyt várnak el. És ugye úgy működik a történet, hogy aki ugye közmunkás, hogy ezek a közmunkaprogramok nem futnak végig egy éven keresztül, igen. És ugye amíg elindul a következő, hogyha megy is tovább, akkor hát nem biztos, hogy, mert ugye 30 nap megszakítást azt még lehet igazoltatni, most nem biztos, hogy ez 30 napon belül. Azon a falusi csokban már 30 napot nem is fogadja a körön, azt láttam. Hát itt ez bizonytalan, ez majd nem sokára hát ki fog derülni a törvényből. Tehát ugye ezért, tehát hogy az, hogy nincs, tehát hogy nem tart egy évig a közmunkaprogram, és ugye bizonytalan, hogy mikor indul a következő. Tehát egyébként, ha a szerencsétlen közmunkás akar is tisztességesen dolgozik, akkor sem tud nagyon előre jutni. De nem csak a cigányok közmunkások azért. Ja, nem, én ezt egy szóval nem állítottam. És nem csak a közmunka, hanem hát itt nagyon sokan azokon a területeken alkalmi munkából élnek, dolgoznak lényegében folyamatosan, de hol itt van munka, hol ott van. Nagyon sokan nincsenek bejelentve, nagyon sokan külföldön dolgoznak és nincsenek bejelentve, tehát egy óriási, egy tágulót zár ki. A szegények rászorulók, hogyha nem szegények, azt nem szabadnám mondani, azt hiszem rászorulók azt kell mondani a hivatalos direktívák szerint, szóval a rászorulókat valójában kizárják. Méltán nyomom Pistinek a rendszeres kísérleteit, amikor szeretne csillogó tekintettel egy-egy elemet kiemelni az orbáni családpolitikából, hogy végre, hogy jaj Istenem, nem, annyira jót akarnak, hogy az nagyon ügyetetlen. De ezt most nem mondtam, Sanyi, az ember van, de a Pisti meg ravaszkodik ezekkel, hogy most tényleg ez is. De hogy ravaszkodik, ez egy áldott jó gyerek. Hát, de én imád, szeretem, hát azért ülök itt, nem azért, mert fizet érte, nem a félreértést anyjad. Fizet? Na, azt akartam csak kinyögni, hogy tényleg, kamu, porhincés, hát de vicc, ez a hülyék országa. Beveszik ezt a izét, hogy most ők itt támogató van a vidék. Miközben az a gyönyörű, akár hogy szépen felsorolt, tehát kiderült egyébként, hogy senki egy húzgyákhoz nem fog hozzáférni. Pont azok nem fognak hozzáférni, akik egyébként rá vannak szorulva. De ugye jó nézni a plakátokon, igen, és én most nem ahogy hívják a veszélyt. Sőt, jól hangzik, hogy 10 millió forint is szándéka van a kormánynak, anyám úristeni. Jó szándéka van a kormánynak. Mi lenne ebben a kurva nagy jó szándékban, mondjuk például iskolák lennének, és mondjuk végre megtisztelne ez a kormány azon kívül hát nagyon primitív, és azt akartam mondani, hogy spirituális vízión, de ezen a hagymázas vízión kívül, hogy mi van a mi szuverenitásunkkal, hogy mondjuk meglennének a bölcsödék, az iskolák, és valahol mondjuk Észak-Kelet Magyarországra ki lenne találva, hogy az emberek milyen munkát fognak végezni, amiből újra tudják termelni, ha úgy tetszik önmagukat, hogy olyan primitív marcizálásra álljak itt elő. Tehát, hogy élni tudjanak, hogy el tudjanak menni a bankba, esetleg mondjuk fölvegyenek hitelt, addig vegyék föl, tehát olyan mértékben, hogy vissza is tudnak fizetni, és a többi, hogy ki tudjanak törni. Hát azzal döngesse, hogy azt mondják már el végre, mondjuk, hogy mit tesz ez a politika a mobilitásért. Azért, hogy a szegény ember gyerekéből legyen valami. Hát ezek azok az ember, az a hely, azok a helyek, ahol most nem, nincsenek, meg elvándorlásra, meg nem tudom micsoda, ott, aki ott maradt, az nem tud ebből egy rohadt forintot fölvenni. Most túl azon egyébként, hogy, és itt nem akarom szembeállítani, de mondjuk a dolog lényegét szépen visszaigazolja, hogy a nagyvárosokban, meg erre a hitelpolitikára épített szociálpolitika, ami abba kergeti az embereket megint, hogy hitelt vegyenek föl, amit majd megint egyszer vissza kell fizetni. Hát miért nem tisztelettel, jó, másod is vannak ilyen hülyék, miért nem ballagnak ide a szomszéd Bécsbe, ami ugye rohad, mint az állat, miért nincsenek bérlakásfejlesztési programok? Az embereknek, a középosztálynak, az alsó középosztálynak jellemzően egyébként bérlakáshoz való hozzáférés kellene. Abban a baromi nagy városban, ami a világ egyik legélhetőbb városa. A legélhetőbb. Egyébként a lakás... Nem az egyik, a legélhetőbb most jött ki. Igen, de minden esetre a lakásállomány 70% a bérlakás. Most egyéb hülyeségekkel nem is akarok szédíteni, hogy Bécset nagyjából a hulladék szemétből fűtik. Tehát ezek a trükkök, ezek jók a plakátra. Persze. És ugyanakkor hangulatilag persze alátámaszt csak minden, okay, hát leveheti ilyen okos embereket is a lábáról, mint a Pista. A Pista szerepét átveszem, minden
ebben lehet találni nem hiányosságot, de hát azért valahol el kell... Tényleg Mussolini és ezeken 500 000 kilométer autópályát épített Olaszországba, és egyébként Adolf is egyébként megszüntette a munkanélküliséget a 30-as években, és mindenki közmunkás volt, és egyébként a szociális támogatások és szaporodtak a gyerekek. És mondta is Adolf egyébként, hogy majd nem fogtok ráismerni Németországot, tehát 45-ben tényleg nem is ismertek rá. Egyébként, és ugyanezt mondtam egyébként, és akkor még közben eszembe jutott, hogy mit lehet még hozzátenni, ugye, hogy akkor olyan településekre akarják egyébként betelepíteni az embereket, ahol már ugye nincsen orvos, meg gyerekorvosi ellátás, és ugye azt is lehet olvasni, hogy már a kocsma is bezár egy csomó helyen, tehát hogy azért igen, van, aki tapasztalja, tehát hogy itt azért... Aki áldozata folyamán. És a másik dolog az, hogy ugye azt se felejtsük el, hogy ugye ettől is ugye elcsöppen Novák Katalin állandó, hogy mer a család, és akkor azt ilyen nem tudom, mit csinált. Érzelmileg. Hagyjuk is rá, mindegy, nem a szívem csücske. Tehát, hogy így kiáll, és így előadja ezeket az álszent nyilatkozatokat, miközben így miért veszük evidenciának azt, hogy a család, az valami szuper fantasztikus dolog, miközben egyébként évente több ezreket kell kimenekíteni a bántalmazó kapcsolatokból, meg olyan családokból, ez nem azért, ahol... mert családban élnek, jó, hanem azért... Azért nehogy már, és akkor azért... eljutottunk már Hitlerig is, tehát a... hát ezt szóval el sem hiszem, gyerekek. Most már kiderül, hogy a család az egy másik erőszak delegálja. Nem volt meg a gondolatmenet véget, csak azt akartam még hozzátenni, tehát hogy én nem venném ezt így alapnak, hogy a család ez egy ilyen szuper fantasztikus dolog, és hogy azt is tegyük hozzá, hogy megint ezek az összefüggések, hogy egyébként milyen a mentális állapot a magyar embereknek, és hogy ez hogyan hat mindenre, és ugye ráadásul nem is kell annyira messzire menni, tehát hogyha én most csak a saját budapesti közegemre gondolok, ahol egyébként egy fiatal értelmiségi párnak is így gyakorlatilag vért izzadnak azért, hogy már az albérletüket kifizessék a belvárosban, vagy valahol itt az ilyen budapesti kerületekben, és ugye sokaknak a gyerekvállalás is egy nagy álom, mert ugye amíg nincs egy saját lakás, tehát hogy itt megint tényleg az, hogy nem lehet dolgokat kiragadni, mindennel összefügg. És hogy ezt nem lehet csinálni, hogy azt mondom, hogy akkor költözzetek A-ból B-be. Egy javaslatom van a dél magának. Mondjuk az, hogy mondjuk fontos vagy nem fontos a család, azt ne keverjük össze azzal, hogy mondjuk egyébként miféle válságtünetei vannak a családnak, akkor belemegyünk a csapdájukba egyébként, teljesen mellékes. Én mondjuk éppen eleve inkább az a problematikus számomra mondjuk, hogy mit tudom én, lehet, hogy járt Novák Katalin Dél-Amerikában, lehet, hogy nem járt. Lehet, hogy valamilyen magyar közösség környékén, ahol ott volt mondjuk a konzulátus, meg még 3 kirendelt újságíró tartott egy előadást. Vagy ugye a Palkovicsnak az amerikai útját is úgy adták elő itten kis hazánkba, hogy ott meghívta valamelyik jeles amerikai, Harvard, nem tudom, valamelyik nagyon jeles amerikai egyetem, hogy ő tartson ott egy előadást az önvezető autókról, meg nem tudom micsodákról. És hát aztán ott a helyi amerikai tudósító megírta, hogy ez valójában hogyan nézett ki. Hát Palkovicsot egyébként meghívta a magyar diaszporából valaki, aki egyébként ott még professzor az egyetemen, és akkor 15 ember, meg 30 kivenyedett magyar diplomat előtt tartott egy előadást, de nem az egyetem vendége volt. Na szóval, hogy meg lehet etetni a magyar közönséget, azzal már bocsánatot kérek, egész Dél-Amerika lázba jött. Mert elmesélték a magyar családpolitikát, és mindenki követni akar bennünket, Mexikótól Brazíliáig. Ez a Duma része. Na, de várjál meg, de a kérdés az az. De a kérdés az az, hogy mitől szopja be az én magyar honfitársam és tejtestvérem és Turáni Tauri testvérem? Fidesz szavazód, most már ne csodálkozzunk, hát miért? Hát, beszopja az egészet úgy, ahogy van. Tehát mi meg ezt szopjuk, mert hogy ami, ők beszopják. Azért, mert amire emlékszik, mint kormányzás, az még ennél is cudarabb. Vagy nem teljesen mindegy, de... Nem tudjuk. De úgy él a fejében egyrészt, másrészt meg ha körbenéz, akkor az alternatívák közül nehezen tudna jól dönteni, és ezért de akkor vagy nem dönt, vagy azt mondja, hogy mindegy, ezek betnál legalább. De amennyire emlékszem... És valaki meg jól érzi magát. Jó, sokan. De ha jól emlékszem, akkor nem beszéltem arra, hogy ki kire szavazzon, ugye? Vagy hülye vagyok?
Hát akkor már itt van a demencia. Két kérdés volt. Igen, nagyon elég, hogy össze-vissza kanyarodtunk, de nem baj, mert ez is mindjárt, csak hogy egy pillanatra kilépnék akkor a szerepecskémből, hogy nem csillog az én szem, akkor csillog, amikor a vidéket járom, és szomorúságomban, mert hogy ezt látom, hát azt látom, hogy nincsenek utak, olyan települések vannak, hogy mondjuk 10 kilométert teszek meg 50 perc alatt. Katasztrófa. Van egy busz reggel 6:50-kor, meg egy 14:50-kor. Hétvégén nincs. Kész. Tehát ha a gyereket be kell, a gyereket valahogy el kell vinni az első olyan településre, ahol mondjuk angol órát tud venni, hogy meglegyen a nyelvvizsgája, azt már nem tudja megoldani a család. Tehát olyan gyerekek azért, pusztán azért maradnak ki a lehetőségekből, és nem tudjuk hány tehetséges van közöttük, mert nincs közlekedés, nincs gyógyszertár, hetente egyszer beviszik a néniket, hogy pénzt tudjanak felvenni a, mit tudom én, a járási központban, a kocsma, az sehol nincs, nincs üzlet, oké, vannak ezek a mobilboltok, leadják előre, szóval igazából... Őrül drágák. Drágák, és ezeken a településeken maga a hétköznapi élet az... Nem annyira szórakoztató, én ezt tapasztalom. Ja, és már a 40-es korosztály is ritkaság számba megy. Na, és akkor vissza a szerepembe a csillogószemű, kicsit is meglátom. Kormánypropagandista. Hogy akkor a népesedésről is akkor egy pár szót váltsunk. Kettő olyan szinten függ össze, hogy hoztam nektek egy Rétvári Bence idézetet, ami engem megkavart egy kicsit egyébként, majd mindjárt szerintem látjátok, hogy miért, vagy halljátok, azt mondja, hogy a nemzet egyik fő bázisa, megmaradásának és utánpótlásának fontos elemei a kis települések, jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a Szabolcs-Szatmár megyei vállaljon. Rétvári Bence szerint, mivel a 18 év alattiak aránya a kis településeken magasabb, mint a nagyvárosokban is Budapesten, ezért, ha a nemzet jövőjét és utánpótlását keressük a gyerekekben és a fiatalokban, akkor őket ma a nagyobb számban a vidéki kistelepüléseken találjuk meg. Tehát, miközben a kormány programot hirdet arra, hogy állítsuk meg a kistelepülések elnéptelenedését, aközben Rétvári Bence azt mondja, hogy ott van a jövő, mert ott vannak többen a fiatalok. Nem a fiatalok, a gyerekek. De hát így a 18 van, 18 évvel a 18, az gyerek, 18 persze. Felett viszont már egy vákumot fog találni ezeken a helyeken, hiszen abban a pillanatban, hogy valaki el tud menni, a nagy részt elmegy külföldre, vagy a nagyvárosba, hiszen pont erről szól az elnéptelenedés. A gyerekek azok még nyilván ott vannak, amíg még van egyébként szülőképes, vagy gyereket akaró réteg ott az egészben, de én szerintem ne adjuk ezt annyira elsikadni, amit az Adél mondott, mert az baromi fontos. De melyik? Kicsit a családról és arról, hogy a családot, hiszen a Rétvári és ezzel operál egyébként. Persze egyébként a szöveg elejének semmi értelme nincs, mert ugye minden a nemzet, nem tudom, gyökere, vagy milyen főbázisa. Nemzet, főbázisa minden a nemzetnek, ugye attól függ, hogy ki beszél és hol beszél, valami főbázis lesz. De az, hogy a népesedés politikát ilyen értelemben berakni, egyrészt összekötni egy anyagi juttatással és azt mondani, hogy vállaljál gyereket, mert akkor kapsz. Ösztönzés. Az nagyon-nagyon-nagyon veszélyes. Ösztönzés is. Én aláírom, hogy ebben van ösztönzés, de azért az, hogy pont ezeken a területeken, nem csak ezeken egyébként, bárhol, azzal neki menni az életnek, hogy azért vállalunk gyereket, most így bevállalunk kettőt, hármat előre, kicsit stresszes dolog egyébként, hogy kapjunk érte pénzt. Tehát ha valaki pénzért vállal be gyereket, és nem elsődlegesen azért van, akar, abból nagyon könnyen félresik. Na de Péter, úgyis abból rémálom lehet. De úgyis fölfoghatod, hogy segít nekik elindulni az életben. Persze, bárhogy föl lehet fogni. Tehát, úgy is föl lehet fogni, de ezt attól függ, hogy állsz a kérdés, ezt úgy is föl lehet fogni, hogy azért vállalunk három gyereket, mert kaptunk egy segítséget, és egyébként nem mernénk vállalni. Tehát én nem... Szeretni, nem tudom, évtizedek óta megy ez a szellemi gondolati önkielégítés. Közhely és általános érvényű, a szegény embernek van sok gyereke. Igen. Minél inkább gazdagodik az ember, annál kevésbé és csökkenő gyerek létszám jelenik meg. A kapitalizmus ebből a szempontból egy nagyon durva születésszabályozó. A harmadik az, hogy ahol mégiscsak sok gyerek van, noha egyébként gazdag az ország, ott annak egyéb oka van. Egyéb oka van, mondjuk például adott esetben a családi viszonyokkal kapcsolatos. Ez meg az, amit egyébként a Fruzsina is múltkor emlegetett, és ezt nagyon örülök, hogy most Adéli szóba hozta, hogy igen, a társadalom mentális állapota és az elmagányosodást, a széthulló emberi kapcsolatok, és nem feltétlenül a házasságról beszélek, hogy az embereknek valami egészen különlegesekből, és nem elsősorban azzal, hogy otthon ülni számolgatja a bukszájába a lóvét, nincs kedve gyereket csinálni. Meg amiért nagyon sok ember nem döntően azért,
hogy ebből az országból, mert egyébként szakmát akar tanulni, hanem le akar innen lépni. Nagyon érdekes, én nem vagyok ezeknek a példáknak híve, de mai Népszavában a Danu Anna egy elment, és ott találkozik egy magyar orvossal, aki házi orvos, egy marginális kit német városban. És akkor a Kós Andrissal beszélgetünk, és akkor mondja az Andris is, hogy ilyen jó keres a csávó, meg olyan jó keres a csávó, és hogy milyen jó házi orvosnak lenni. De az interjú maga valójában azzal kezdik, hogy elmondja, hogy pasi, hogy olyan jó, hogy reggel fölkelni, kimegy az utcára, az emberek mosolyognak, köszönnek egymásnak, jóba vagyunk, és a többi, és a többi. Tehát, hogy jól érzi magát, emberileg, családilag, kisebbségiként, Auslanderként. Hát erről kell beszélni, azért érdektelenek, és egyébként szerintem teljesen művi dolgok ezek, hogy jó, és akkor persze ki lehet elégülni. Ez a mi kormányunk, az annyira családbarát, annyira úgy tudja ezeket a szavakat használni, és úgy dobálja őket. És hát az ellenzék a maga buta módján meg, hogy is mondjam, némi retorikai és nyelvi képzéset talán eljuthatna oda, hogy ezzel szemben meg a valóságot és a tényeket állítsa. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy a már család definíció, pont legutóbb olvastam valami, hát ilyen népesedés politikai kiadványban egy tanulmányt azzal kapcsolatban, ami a KSA adatokból indult ki, és ugye azt mondja, hogy ez a tanulság, hogy alapvetően mi magyarok ma úgy élünk a családjainkban, tehát az életünk az úgy néz ki, hogy különböző családi formációkban töltünk el X időt. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván megvan a származási családja, mondjuk él 18 éves koráig, majd nem tudom, akkor lesz egyedülálló belőle, aztán házas, családot alapít, elválik, aztán majd mozaik családban kezd el élni. Tehát, hogy ezekre a típusú kihívásokra egyáltalán nem adnak választ ezek a jellegű családpolitikai, meg születés ösztönző intézkedések, amik így ilyen pénzbedobás alapon képzelik el a dolgot. Tehát, hogy pont, hogy inkább sokkal rugalmasabb a rendszer, és hogy ennek is van már egy ilyen eleve megbélyegzettsége, hogy aki mit képzel magáról, az, aki mondjuk többször házasodik, már pedig ilyenek vagyunk, tehát, hogy többször házasodunk, különböző gyerekeink születnek különböző családokban, és akkor ezeket hát, így különböző mozaikok alapján rakjuk össze. Én azért a családban hiszek, de azért hát abban a... Ez igen, de nem, azt akarom mondani, hogy vegyünk egy egyedülálló nőt, akit ott hagyott a férje, és neveli egyedül a két gyerekét, és mondjuk még nem is kap gyerektartást sem, ő semmilyen módon nem segít rajta a kormány. Semmilyen hát, módon. Ugye ez meg egy másik típusú probléma, hogy ez is közte. És az hogy... élet összes problémáját, bocsánat, meg kell oldania. És igen, hát jó, de hát azért valahol el kell indulni, vagy valahogy... Hát például ott kéne elindulni, hogy mondjuk a gyámhatóság és a családvédelem között mondjuk ez lehetne az állam felelőssége, mondjuk például legyenek szinergiák. Mondjuk, hogyha az egyik fél följelenti a másik felet azzal, hogy a gyereke ilyen meg olyan körülmények között lakik, és a másik fél egy másik kerületben lakik, akkor ugye hozzá kiszállnak vizsgálódni, de mondjuk a területi elosztás és az együttműködés képtelenség miatt mondjuk a másik félnek a lakhatási viszonyait, szociális viszonyait, a feljelentőit például nem vizsgálják. Itt szoktak egyébként az anyák döntően háttérbe szorulni. Most ebben nem menjünk bele, csak azt akartam mondani, igen, hogy viszont ahol az államnak helye lenne, ott meg egyébként nincs jelen, ahol meg jelen van, inkább ne legyen. Hát igen, és hogyha már így belemegyünk ebbe, ugye ez is közhely, hogy ugye az, hogy valaki egyedülálló szülő marad, az gyakorlatilag így az elindulás a csúszdán lefele egzisztenciálisan. Úgyhogy ez egy nagyon, tehát eleve az, hogy a gyerekvállalás ez egy komoly szegénységi kockázati tényező Magyarországon, ugye azt is tudjuk, hogy ma gyerektartást az fizet, aki akar, és akkor az állam fél év után esetleg segít, ugye azt is pontosan tudjuk, hogy a gyerektartás az sosem a gyerek eltartási költségeinek a fele. Tehát, hogy itt, de én azt gondolom, hogy egyébként akárhányszor szóba kerül ez az egész családpolitikai őrület, amit itt tol a kormány, az alapvető probléma szerintem a perspektívának és a jövőképnek a hiánya ebben az országban, hogy én saját magam szempontjából is nagyon kevésszer tudom látni magam előtt a jövőt, vagy azt, hogy egyáltalán hogyan lehet majd itt élni ebben az országban, és szerintem ez az egyik legkomolyabb
visszatartó erő, hogy egyszerűen az ember így nem tud nyugalommal gondolni arra, hogy mi lesz, milyen sorsa lesz itt a gyerekeinek, és neki milyen gyerekeinek. Jövő héten. Ennek konkrétan ennek az államnak van egy ideológiai alapú családkoncepciója, hogy mi a család, egy definíciója, nem is egy koncepció, és ennek a definíciónak a kaptafájára akar húzni minden létező emberi kapcsolatot, mindenféle viszonyulást. Hát csak pont ezt mondja, ez képest teljesen más. Ez teljesen abszurd, mert nem kéne, hogy ilyen legyen. Tehát nem az az abszurd, hogy csinálja, hogy amikor már megvan ez az állami családkoncepció, vagy családkép, amit tényleg föl lehet rakni a plakátokra, hogy mit férfi, nő, férfi, feleség, és akkor ilyen mosolygó kisgyerekek, hanem hogy mindenkit ebbe a kockába akar beleerőltetni, és hogy egyáltalán kidolgozi, ilyet, szereptévesztés az államnak, ez nem feladata. Tudom, hogy a Bencsik szerint az állam alapvető feladata, szerintem rohadtul nem feladata, és azért a 21. században. De tudod, mert szépen be egyébként az állam tudja is, hogy nem feladata, mert úgy különben nem érdekli, hogy ez megvalósul-e, vagy nem valósul meg, félért is ne legyen. Mert akárha mondjuk lehetnének olyan döntések is, amelyek mondjuk ebben az irányban segítenek, mert mondjuk például az, hogy nagypapáknak és szülőknek azzal kell foglalkozniuk, és nyilvánvalóan foglalkoznak, nem mondja nekem senki, hogy nem, mert akinek van gyereke, meg unokája azért valami felelősséget érez, még akkor is, ha nem fizeti a gyerekoktatása köcsög, amit nem az államnak kéne persze intéznie, nevezetesen az, hogy hát akkor össze kell majd rakni néhány emberrel, vagy néhány szülővel, mondjuk egy olyan kis társaságot, ahova a gyerek majd jár azokhoz a tanárokhoz tanulni, akiket mi választunk ki, mint szülői közösség, és mint magántanulók majd időnként elmegyünk vizsgázni, mert az állami iskola, az állami iskola lényegében szegregációs végű, kiszorít a tudásból, elhűíti a társadalmat, akik oda kényszerülnek, hátrányos helyzetű gyermekek lesznek. Lehetnek. Jelent, jó, figyelj ide, egy nagyon kicsi falusi iskolából lett Petőfi Sándor, de ezt rendszerszerűen és statisztikai nagyságrendben nyilvánvalóan hátrányos helyzetűek lesznek, mint ahogy nekem azt nem magyarázza senki, hogy most az mutat, és ehhez tényleg hülyének kell lenni, az mutat a nyelvtanulás irányába, hogy majd csak nyelvvizsgával lehet bekerülni az egyetemre. Ha ennyire fontos, már pedig szerintem ezek szerint nem annyira fontos, sőt az kell, hogy ne tudjál nyelveket, akkor hölgyeim és uraim, mi akadályozza meg ezt a szerencsétlen országot, hogy két tannyelvű oktatás legyen ebben a közoktatásban? Mi akadályozza meg, hogy a szegény ember gyereke is tudjon angolul, mondjuk, és legyen ott angoltanár? Jó, hogy zsebbe kell nyúlni, és kevesebb lesz a stadion, mert akkor az iskolába angoltanárt kell oda küldeni, akinek fizetést kell adni, meg esetleg szolgálati lakást? Szóval, de nehéz ez. Gyere. Az, igen. Egyébként ez a nyelvoktatás, ez nagyon érdekes lenne, de ehelyett... De nem arról beszélünk. Igen. De majd fogunk. Mikor beszélünk a perekről, amikor kevesedik ja, ezek ilyen, meg a vannak bíróság. Ilyen négy év alatt ilyen visszatérő koreográfia szerű. Fájdalmak. Igen. Most milyen? Most egy másik téma jön még hozzá. Soha nem érem el, hogy arról beszélünk. Ja, még hozzá az, hogy... Kerényi Miklós Gábor, akit ugye zaklatással vádoltak, a Rómeó és Júlia rendezésével tér vissza az arénában. Mármint, hogy az Aréna plázában. Na, hogy... Dehogy a plázában, Jézusom. Jó, most már összekavarodtam, mert hallgattam itt a megbeszélt témáktól teljes mértékben elkanyarodó beszélgetést, ami egyébként érdekes volt, és összekavarodtam a saját kis témáimmal. A lényeg az, hogy azt felolvasom nektek, hogy mit gondol ő erről. Lassan kisüt a nap. Vannak még rosszakarók, féltékenyek, akik örültek, hogy esetleg eltűnök a palettáról, és vannak bőven, akik félrevezetnek, negatívan befolyásolnak. Semmi baj, a dolognak lassan vége lesz, mint ahogy az életnek is. Hát itt a vége, ez nem patetikus lett az eleje, meg ilyen költői. Szóval, hogy nemrég meg, botrányos, igen, hogy nemrég meg ugye arról beszélgettünk ugyanitt, ugyanebben a műsorban, hogy Marton László is visszatért egy veszprémi rendezéssel. Én nem tudom, nem akarok ítéletet mondani, nem is fogok, majd ti, de hogy úgy térnek vissza ezek az emberek a Rivalda fénybe, hogy semmiféle tanulság nem vonódik le társadalmilag, nem? Mert volt ez a vádak, valahogy úgy elhalkult a dolog, és egyszer csak visszatérnek. Tehát, hogy nincs az egésznek megfejtése, vége,
csattanója, tanulsága, mondom, bármi, valami. Ez a közeg, elmondom 77-szer, ez a közeg, ez az úgynevezett színházi művész közeg az, amelyik a legjobban tehet arról, hogy ilyen emberek termelődnek kint náluk, hogy ilyenek előfordulhatnak, úgy tűnik, hogy nagyobb arányban. Megbeszéltük már a Stoll esetet, nem? Azt is. Azt is megbeszéltük, de ott állt mögötte az egész színházi társadalom, csak nem érteni, hogy miért. Hát mi nem a bácsi mellett álltak, akit ott hagyott, cserbe hagyott az árokban, stb. Mindenki kiállt másnap Stoll András mellett. Szerintem egy normális országban a Stoll megkapta a büntetését, és annyit kapott, amennyi járt valószínű. Tehát én nem azt mondom, hogy meg kellett volna vesszőzni, de miért kell mellette kiállni? Hát ezért kell, mert valahol úgy látszik az értékrendjük teljesen torz. A magyar társadalom... A való visszaérés nem csak a színházakat, Igen, így van. Én azt gondolom, hogy azért itt kicsit disztingváljuk a dolgokat, tehát azért a színházi közeg sem homogén. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk leválasztható például egy ugye az a klasszikus hármas, ugye a három budapesti művész színház, ugye a Radnóti, az Örkény és a Katona, azért az egy egészen más minőség, más esztétika, mint mondjuk egy ilyen Rómeó és Júlia a aréna színpadán, vagy már mondjuk más, mint egy operett színház, vagy egy Madács, tehát vagy akár egy vidéki színház, és akkor a Függetlenekről nem is beszélve. Tehát, hogy én itt azért kicsit szétszálaznám, és ezzel nem tudnám azt mondani, hogy ők olyanok, amilyenek. Tehát, hogy igazából csak ennyit akartam. De és igazad is van, arra gondolok. Nem így kéne szerint, hogy milyen színházi minőséget hoznak ezek. Én nem hiszem, hogy ezek esetében, tehát ugye a hatalommal való visszaélés, egy szexuális visszaélés szempontjából a színházi minőség számítan. Egyébként egy kicsit maga ez a kérdés, nem Kerényi Béla Lajos esetében. Keró esetében, de mondjuk Marton esetében már előjött az, hogy most fontosabb a színházi minőség adott esetben, vagy az a fontos, hogy mit csinált, és meg lehet-e ítélni az egyiket a másikon keresztül. Szerintem ezek nem egyszerű kérdések. Hát évszázados irodalom elméleti kérdés, hogy most akkor mi számít, a műszámít, vagy a szerző. Számít-e, és a személyének az élete számít-e, és igen, szerintem ezeket úgysem fogjuk eldönteni, de az ebben a kis nyilatkozatban, ami rettenetesen gicses, gusztustalan és ellenszenves, ebben a legszörnyűbb mondat az úgy hangzott, hogy a dolognak lassan vége lesz. Na most a Kerónak, tényleg Kerónak hívják ezt? Igen, ráadásul le van védetve a nevet, ez egy kopírozatos. Keró R. Igen, pontosan. Kerónak ez jön le belőle, hogy a dolognak lassan vége lesz, ez a nagyon nagy gáz. És tényleg úgy tűnik egyébként, hogy mintha ez egy ilyen egyszerű fellobbanás lett volna, volt egy ilyen szezonja, és elmúlik maradéktalanul. Hát az a baj, ez Keró, meg Marton, meg nem is, úristen, a Folinus, ugye emlékeztek? Az nem is verte, az volt a legdurvább, amikor a stádium kiadóban, ez amit tudom én, milyen Kamil, meg a feleség, egy ilyen szektát működtettek, hogy megerőszakolhassanak lényegében gyereklányokat, és magukhoz kössék őket fizikai és pszichikai erőszakkal, lelki terrorral, mindennel, életeket törtek kerékbe, és akkor ez is ugye elsikkadt. Hát, de látod, ez az ember, aki egyébként vélhetően velejéig erkölcstelen, ő ezt az egészet pont azért, mert velejéig erkölcstelen, úgy fogja föl, hogy ő ellene most egy heckampány. De ott pont az tehát a probléma, hogy ez az ember, hát ebből a nyilatkozat, hogy látsz végigolvasni az egész Facebook jelzést, rohadtul nem érti, hogy mi a probléma, sőt, majd egyszer vége lesz ennek a heckampánynak. Tehát azt gondolom, hogy őt betámadták valamivel, és hogy ez a szörnyű benne, és hogy itt tartunk, hogy összességében azt gondolom, hogy igaz, hogy fogalmunk sincs arról, hogy hol kezdődik a bántalmazás, az erőszak, hogy mi az, ami határátlépés, és mivel van baj. Az a kérdés, hogyha te potentát lennél, megbíznád-e a Martont, vagy a Kerót, megbíznád-e vélhetően tehetséges emberek, ugye ezt nem vitatja senki, értenek a szakmájukhoz. De egy ilyen ügy után, mert ez az ügy erről szól, megbíznád-e azzal, hogy csináljon egy ilyen nagyszabású, rendezze meg egy ilyen nagyszabású rendezvényt? Tegyek hozzá már. Nyilván nem, de... Nem? Nem. Adél utalt rá, legyen tisztában, tehát az arénában fogja csinálni, ez egy
színházi életen kívüli történet, itt valaki magán akárki. Én most nem tudom, van tippem, de nem vagyok benne biztos. Ez egy fellépés, ennyi. Egy show. Ahol mit tudom én, valakinek van annyi pénze, tehát nem a színház. Tehát az arénát egyébként úgy adják oda, hogy itt a kulcs, és rak bele a produkciót. Igen. Tehát ugye bárki bármit csinálhat gyakorlatilag. Ez az egyik dolog. A másik, az ilyen ügyekben persze ez borzasztóan, hogy mondjam, nem lelkesítő, de azért gondolta volna valaki, hogy mondjuk akár a néhány évtizeddel ezelőtt is mondjuk lett úgymond Martun ügy, vagy lett volna Keró ügy. Tehát azért ezek az ember természetéhez, társadalmi beidegződéseihez, ha úgy tetszik, kulturális viszonyaihoz szorosan kötődő dolgok, amelyek iszonyú lassan változnak. Tehát én abban nem hiszek, hogy egy darab ilyen rettentően nagy megváltó katarzis fog hozni, hanem valahogy az emberi viselkedés. Én szerintem, amióta ez a két dolog, vagy ez a két történet napvilágra került, valószínűleg egy csomóan azért másképpen viselkednek. Még ha ironikusan is, és sokszor valószínűleg gúnyosan is. Magunk között is szoktuk néha mondani, hogy ugye akkor most elkövetem azt az abúzust, vagy nem tudom micsoda, idézőjelben, és még azt őszintén szólva megértem, nem méltányolom, mert az ember ilyet nem csinál, hogy a Keró úgy, Kerényi Miklós Gábor meg van döbbenve, mert azért ez a millió, ahol a hatalom ilyen erőteljesen centralizált és hierarchizált, hát hogy is mondjam, valószínűleg gazdag múlttal rendelkezik ebben a tekintetben, és nagyon sok dologról én végig gondolgattam egyébként alkalmasint ilyen régi színész anekdótákat. Hogy itt tudom én, azt mondja az egyik, hogy na és akkor magában kinek a farkát tisztelhetjük. És ugye olyan hatalmasokat röhögtünk azon, hogy a nagyon kitűnő most nem akarom. Igen. De belegondoltunk, hogy ott mi lehetett úgy különben? Hát azért ezt ma megkérdezni tőle. Igen. Én is abszolútra letevedek. Még egy gondolat, hogy ugye elmondjuk ezerszer, hogy mennyire álszent az amerikai társadalom, meg stb. De azért ott a Kevin Spacey-t még a filmjéből is kivágták. Igen. A Weinstein, vagy jól ejtem a nevét? Weinstein, hát börtönbe fog menni, meg még előbb-utóbb a húsából fognak csipkedni a holló. Egyébként tehát, nagyon érdekes. És itt meg újra megbízzák. És, jó, érted, mondom, micsoda különbség? Martom, de a Kerényit nem. De ugyanakkor ennek olyan hatásai vannak, ez egy ilyen friss példa, mert a sportvilága is nagyon sok szempontból itt analóg. Most egy őrült nagy vita van az egyik ilyen sportszövetség utánpótlás edzői kollektívájában, mert persze mindjárt ki fog derülni, hogy mondjuk lehet-e fokozni a gyereknek a tanulási képességét kiskorában a medencébe, hogyha azzal gyorsítjuk meg a vízhezszokás folyamot, tehát hogyha a gyerek nem akar belefordulni a vízbe, nem akarja a fejét belerakni a vízbe, akkor kirúgom a lábát. Ez idáig egyébként igen, csak úgy, hogy kibillenti, hogy beleessen a vízbe. És, hát ugye még én is, az én kisfiam annak idején, mikor 8-9 éves volt, és nem akart bemenni a medencébe, fogtuk magunkat, nem hozok senkit, csak rossz hírbe, fogtuk és a gyereket bevágtuk, mint a taktit a medencébe. De ezt ma már nem lehet elfogadni, és nem elfogadható, és igazuk is van azoknak, akik nem fogadják el. A gyerek tanuljon meg úgy úszni, hogy nem rúgdosson ki a lábát, hogy nem vágom be a medencébe. De azt gondolom egyébként, hogy itt el lehet veszni a részletekben, meg most ahányan vagyunk, annyifélét gondolhatunk erről a dologról. Én azt gondolom, hogy itt ugye alapvetően attitűdökkel van a baj, tehát hogy mondjuk egy társadalom úgy működik el, hogy az abúzus a kapcsán mondjuk félrenéz, meg nincsenek következmények, vagy adott esetben akár még bátorítja is. Tehát, hogy itt szerintem ez egy ilyen és azt gondolom, hogy így működik valóban. A magyar társadalom és, működik. És azt gondolom, hogy itt ez a minden mindennel összefügg. Szerintem egyébként megint csak, tehát így a Kerónál azért azzal is probléma volt, hogy én őt olyannak látom, ilyen outsiderként, egy nagyon súlyosan narcisztikus, abszolút a hatalmával, minden tekintetben visszaélő, problémás, hisztérikus személyiség, most ez egy csodálatos lakossági diagnózis volt, tehát hogy itt azért mással van probléma, vagy mással is, és én is azt gondolom, hogy ez valóban egy ilyen színházi világon kívüli de miközben dolog. A sportvilágban meg gondoljatok vissza a Kis Lászlóra, mindent elvesztett. Hát ott meg lett a következménye. De hát ott is egyébként hány ügy kellett, meg hány sztori. Azért voltak ennek előzményei is. Jó, persze, de az az egy kirobbanása, amikor a hölgy előkerült és előállt, onnantól fogva
Én csak mindent vesztett. Ugye, hogy azért gondoltam, Jocelyn Beaumont megmondta, aki egyet veszt, mindent veszt. Szóval, hogy csak azért gondoltam, hogy beszéljünk erről, mert hogy ez az elhaványoló, elszürkülő ügy majd visszatérés, és most ilyen szempontból mindegy, hogy hol, hogy se pró, se kontra nem történik semmi, és úgy lógnak továbbra is a levegőben. És a MeToo ügyeknek ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ott meg már sokszor túl van tolva az egész, és hogy milyen veszélyes fegyverként lehet ezt használni. De akkor ez is lóg a levegőbe, tehát hogy akkor ez se rendeződött, ez a része se a dolognak. Igazából azért valamilyen módon, és ebben a Sanyinak igaza van, ez egy folyamat. A folyamatban azért azt észrevehetjük, hogy valóban ennek az egésznek a hatására, és nem utolsó sorban egyébként a publicitás hatására, egy picit, egyelőre a társadalmi viselkedés változik, aztán talán majd a viselkedés változása magával hozza a mentalitás meg gondolkodás változását. És valóban most már azért nagyon kínos lenne röhögni ezeken az anekdotákon, meg azzal már szegénységi bizonyítványt állít ki magáról az ember, ez még oké, kényszer, és akkor jönnek persze a férfi jogok lovagjai, és azt mondják, hogy ez valamiféle totalitárius elnyomás, ami az agyunkban van, mert hogy akkor most itt a gender ideológia befészkalta magát, és mindenki segbe rúg. Igen, hogyha erre van szükség, egyébként arra van szükség, szembesüljön a társadalom azzal, hogy mit művel naponta, nap mint nap, mindenféle szektorban, a hatalmával, a patriarchátus, egyébként akár vissza is, csak ezek baromi ritka dolog, ebben most nem menjünk bele, nincs itt a Puzsér. Tehát, hogyha ha ezzel szembesül a társadalom, és ettől egy kicsit elriad, vagy legalább azon a szinten elriad, hogy ez már egyszerűen nem komilfó, ilyet már nem illik csinálni, és nem feltétlenül azon, hogy lecsuknak, vagy ez a Keró, ez most megrendezheti a Rómeó és Júlia, mit tudom én, rajzfilm változatát az Arena Plaza WC-ében. Teljesen mindegy, nem ez egy olyan napláza. Valamilyen szempontból... Megkapta tőlük az unortodox reklámot. Valamilyen szempontból azért én látok egy folyamatot. Sőt, már a WC-nél tart, már a WC-jében. Bár én is mélyre ástam a dolgot véletlenül. Okay. Mindegy, pláza, nem pláza. Valahogy, hogy mondjam, a korábbi status quo-hoz, a status quo antéhoz nincs már visszatérés, én azt hiszem, és azért valami folyik előre függetlenül tényleg attól, hogy mi történik Amerikában, vagy mi történik itt a jogi szinten. Ez nem jogi, nem társadalmi kérdés. Mentalitásbeli. Ja, és egyébként ugye reklámhoz azért úgy hozzátenném, hogy én az elmúlt másfél évemet ezzel töltöttem, hogy családom belül erőszakkal foglalkozom, és ezzel keltem, feküdtem. És azért úgy látom én a finom mozgásokat, hogy azért a filmesek csak foglalkoznak vele, a színházakban is megjelenik. Ez egy szép lassú folyamat, és szerintem ez innen organikus elindul pont abból a közegből, amit most károsztatunk, vagy károsztathatunk, hogy nem dolgozták, nincs következmény. Tehát szerintem ez szép lassan el fog indulni. Mindig ezt szoktam mondani, hogy a nulladik lépésnél tartunk, hogy egyáltalán elhitessük az emberekkel, és kimondjuk azt, hogy igen, erőszak már pedig van, hatalommal való visszaélés van, és hogy patriarchátus van, és hogy ebből kifolyólag nagyon sok problémával küzdünk, csak hogy ezt vegyük észre, és ne nézzünk félre, és ne tabusítsuk. Én azt gondolom, hogy itt tartunk, ez kb. A mínusz egyedik lépés, aztán majd szépen lehet előre haladni, és akkor majd végén... Az előbb még a nulladikat mondtad, és már is romlott a helyzet. Már is a mínusz egyedik. Pillanatok alatt. Igen, akkor nem tudom, ezen lehet vitatkozni. Tehát, hogy az a lényeg, hogy valahol nagyon-nagyon a kezdetén vagyunk ennek a történetnek. És elérkeztünk az utolsó vicces kérdésünkhez, ami a legutóbbi műsorban is olyan remekül sült el, hogy azért se adtam föl. Azt a hírt gondoltam megbeszélni röviden, ha tudjuk, hogy óvodásokat vezényeltek ki Szigetbecsén egy üres telek legszélére, hogy a gyerekek megtekintsék, amint Páncél Károly fideszes képviselő... Bocsánat, neven nem röhögünk. Tehát, amint Páncél Károly fideszes képviselő elvégzi az első kapavágást az épülő új óvoda területén. Aki látta a fotót, tényleg ott állnak az óvodások, és nézik, hogy a... Hosszú sorozat. Igen. Na, a kérdésem pedig az lenne, hogy a műsor végén hozzátok, hogy ti mivel dobnátok fel egy politikus első kapavágása című eseményt, Csintalan Sándor? Semmivel. Oda megyek, aztán azzal dobnám fel, hogy kapát vesz a kezébe mondjuk, és a területet fölkapálja. Ja, ezt találtam ki is. Komolyan. Kihajtanám a határba, és ha kapát fog a kezébe, akkor tessék besegíteni Mari néninek, de egész nap. Igen. Nem csak kettő hát kapavágás. Csintalan Sándor, egyszer csinálja meg a házit, akkor is akkor... rólad lesz, tessék. Péter. Sok politikust képzelek el, hogy kapálnak, vagy követ törnek a lábukon, bilincs, és ilyen nagyon hosszú lánc köti össze őket, mint a Woody Allen filmben, és ütik ritmust, és közben kántálnak valamit, ez nagyon feldobna.
Hát engem az, hogyha Rogán Cecília ott kapálna mellette, most van, hogy esetleg ott henteregne valamilyen jógaszőnyegen, vagy ilyesmi, vagy ilyen haljelmezben jelen meg, ahogy szokott. De hol? A mezőn? Hát például. Csak én próbálom vizionálni. Mezőn? A partra vetett sellő. Igen, de tényleg őt tudnám elképzelni, hogy nem tudom, engem mindig földob, hogyha látom, hogy ki vagy. Na én is ilyen irányba indultam el, úgyhogy én Csintalan Sándort ültetném a háttérbe, amint fogja a fejét. Na most okay. Na mindegy. Jó, de nagyon köszönöm minden. Én viszont narcisztikus vagyok, és imádom magam ünnepelni és mutogatni. Na, jó, az mindenkinek az a krumpli. Egy irányba tartunk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy jöttél. Én is köszönöm. Köszönjük, hogy jöttetek, és akkor jövő héten jövünk.